Sziasztok! Ma János Vitézből fogok elolvasni részletet, és remélem, hogy át tudom parodizálni, hogy tőlem megszoktattátok. De akkor itt is van, kezdjük el. János Vitéz. Tüzesen sült nyári napsugar az ég tetejéről juhász botjára. Tehát sütött a nap egy juhásznak a botjára. Tehát a juhásznak a kárjára sütött. Megnő, nagy lesz a rúdia, biztos a naptól. Juhásznak úgy is melege van. A juhásznak melege van, lehet, hogy megperzselte a nap. Lehet, hogy leégette a combcsontját a nap a kis juhászunknak. Szerelem tüze ég a fiatal szívébe. Jaj, hogy onnan ne rohanjak, szerelmes. Biztos már Kárec vagy Kúrélna, de nézzük tovább. Új lengeti a nyár a falu végen, nyája, mint szerte, legelész. Tehát a juhokra, meg amit vigyázz, őrizar nem is figyel, mert el van bambulva, ő szerelmes, jaj, ő szerelmes. De ám csak a patak csillogó habjára, hanem a patakba egy szőke kislányra. Tehát már szemet vetett egy szőke kislányra, amiből nagy lány csinál ezek szerint majd. Kislány szoknyája térdig föl van hajtva. Az igen, ez már úgy mossa a ruháit, hogy föl van hajtva neki a szoknyája, így csalogatja oda magához a férfiakat. Mivel ruhákat is most friss patakba, mondtam, hogy most kilátszik a vízből két szép térdecskéje, át még ha csak azt látsz neki, de lehet, hogy kijátszik ott a csonya is, meg minden. Kukorica Jancsi gyönyörűségére, tehát már a csávó föl van izgulva egy térkalácsra. Ez aztán a pervez Jani Vitéz. Mert a pázsit fölött heverész a juhász, Kukorica Jancsi. Ki is lehetne más? Ki pedig a vízben a ruhát tisztogatja, Iluska Jancsi szívén egy gyöngyháza. Tehát itt a Jancsi meg a Juliska lesz, mit csináljon. Ezek szerint szívem nagy gyöngyháza, lelkem Iluskája. Szívem nagy gyöngyháza. Bocsánat. Közben a szék is lement. Annyira izgalmas ez a történet, hogy a szék is izgalomba jött. Hol tartottunk? Igen. Szívemnek gyöngyháza, lelkem Iluskája. Tehát itt még a férfiak tudtak udvarolni, mielőtt ágyba csalták volna a nőket. Az igen. Ez a Jancsi, tudjám, hogy mit ördöglik a légy. Kukorica Jancsi így szól hozzája. Pillancs ide, hiszen a világom csak te vagy, én nekem minden mulatságom. Tehát ha hozzám menne feleségül, lenne dínom, dánom. Ezek szerint vegy rám napsugarát kökény szemeidnek. Biztos a Kökény Attilát akarják meghívni az esküvőre, azért mondja, hogy kökény szemeidet vegy rám. Gyere ki a vízből, hagyj öleljele meg. Ja, itt már a Jancsinak áll a cerkája, itt már ölelkezni akar. Nem semmi ez a János Vitéz. Ilyen nagy szőrös kolbásza van, és az Iluskának szeretné megmutatni. Gyere ki a partra, csak egy pillanatra, rá, csókolom lelkem piros ajkadra. Ja, itt más márolni akar.
Be akarja szívni az Iluskának a nyelvét. Jaj, Jancsi, Jancsi. Tudod, Jancsi szívem, örömes kimennék, ha mosással ó igen nem sietnék. Tehát patakba mosták régen a ruhát, és az Iluska így próbál ellenállni a Jancsi kérésének, hogy ráfogja, hogy mossa a ruhát. Amúgy menne. Tehát nem is a ruha a probléma, csak hát valaki megmondta neki, hogy mossa ki. Sietek, mert másképp velem rosszul bánnak. Most a gyermeke vagyok én anyámnak. Tehát egy másik házasságból született akkor ez a Iluska, nem a saját anyja neveli. Ezt nevezik mostohának. Nézzük tovább. Ezeket mondta szőke szép Iluska, s ruhákat egyre nagy cserényen mosta. Tehát a Jancsi hiába próbálkozott kicsalni őt a partra, Iluska csak mosta a bugyiait, az okniait. Aztán, hogy kimente, nézzük tovább. De a nagy juhász voltál, fölkelt a napsugárból, közelebb megy hozzá is, csalogatva így szól. Ó, már Jancsi bátorságot vett, oda megy az Iluskához, hogy ő majd megfogdossa, jobbról, balról, keresztbe. Gyerek igalandom, gyerek girlicém. Hát még le is madarazza. Jó, hogy nem azt mondja az Iluskának, hogy veréb. Jó, néznénk ki. Csókot, ölelés mindjárt elvégzem én. Jaj, hát már meg akarja csókolni, meg ölelgetni. Semmi az, hogy gyere el randira, valami rögtön megy azt a lényegre tér. Jó csinálod, Lancsikám, mindenkinek így kéne. Aztán a mostohád sincs itt a közelbe. Jaj, már be akar vele bújni a bokorra, már senki nem látja. Vagy lehet, hogy patakba akarják csinálni, ki tudja. Ne hagyd, hogy szeretőd halálra epedjen. Ó, még meghalna érte. Ki ez a kukorica, Jancsi? Már első nap meglátja, azt már haldoklik érte. Jó, hogy ne vigyünk neki intubálógépet. Kicsalta a lányt édes beszédjével. Hát igen, gondoltuk, hogy ki fog ám menni a lány. Hát ez a kukorica Jancsi nagyon tudhat valamit, ha már első szóra kiugrott a Iluska a vízből. Kicsalta édes lány beszédjével, átfogta a derekát mindkét kezével. Már az ölelkezős résznél tartanak akkor. Nézzük, mi lesz ebből. Lehet, hogy lesz egy Jancsi, meg egy Juliska. Ki tudja, itt mi lesz még. Megcsókolta száját, nem egyszer, nem százszor. Ki minden neked tud, azt tudja hányszor. Tehát, vagy ezerszer fékcsótolta ezt a Iluskát. Jancsinak biztos, hogy rúzsnyomos lesz most a száj egy ideig. Hogy le kell tisztogatnia. Az idő aközben haladott sietve a patak, habjain piroslott az este. Tehát elment mosni a Juliska reggel, és még esteire se jött meg, vagy ment vissza a házakhoz. Szerintem kihívták rájuk a rendőröket, vagy a csendőröket, vagy ami ott volt akkor. Dúlt, fult, Iluskának gonosz mostohája, hol maradt, hol lehet, oly soká lánya. Tehát már ideges volt a mostoha. Ha lehet volna a telefon, szerintem fölhívja, hogy hol vagy, hol kunysztorogsz-e istenverése. De akkor még nem volt telefon, az volt az Iluskának a szerencséje. A rossz fény mostoha ekképp gondolkodott. Követték ezek a sok gondolatok, s nem mondhatni, hogy jó kedve lejtette ki. Megnézem, mit csinál. Ha a lány, jaj neki. Tehát ment a mostoha a patakhoz, hogy megnézze, hogy mit csinál a lánya. Hát,
lesz mit megnéznie, úgy gondolom. Ki tudja már, hogy a Jancsi hova haladt az Iruskával. Lehet, hogy már elég érdekes dolgokat fog látni mostoha. Jaj, neked Iruska, szegény árva kislány. Hátad mögött van már a dühös boszorkány. Tehát ez a Jancsi az anyósát leboszorkányozta, mert ugye már együtt van a Jancsi meg az Iluska, akkor ez az anyósa leboszorkányozta. Hát így kell ezt. Sokan nem szeretik az anyós pajtást. Nagy szája megnyílik, tüdeje kitágul, s módon riasz föl, szellem álmából. Tehát annyira oda volt az Illuska a János vitéz, hogy megbolondult, és a mostoha megzavarta őket. Mestelen teremtés, gyalázatos pára. Hát igen, ezt mondtam, hogy lesz dirdur, ha megérkezik a mostoha. Előveszi a pálcát, azt Jancsit is megveri, meg az Iluskát is. Ilyet mersz tenni világnagy csúfjára? Tehát lehet, hogy a szomszédok is látták, meg az egész utca. Sajnos régen ez volt a baj, hogy szájára vette az egész falu, bármi volt. Lopod a napot? Isten... micsoda? Isten... telen... kedel? Hát akkor, hogy elment a fiúval. Kicsit... fölfedezni a fiú testét. Szóval tudjátok a lényeget, nem kell kimondani. Nézze meg, ember, hogy tüstén vigyen el. Hanem most már elég hallja kent anyuk. Fogja be a száját, vagy majd betapasztjuk. Fú, de kemény gyerek ez a Jancsi. Csoda, hogy nem veri meg az anyósat. Úgy merje kent Illust egy szóval bántani, hogy kihullanak még meglévő fogait, tehát Jancsi kiveri az anyósának a fogait, hogyha az Iluskát bántja. Ennyi. Lehet, hogy Jancsi kétdanos, feketőves karatés, ki tudja. Reszkető, kedvese, védelmezésére elkép, fakad ki, nyáj, bátor őrzője. Lehet, hogy a birkákon meg a telneken gyakorolt. A Jancsi lehet, hogy kiütött 3-4 telnek, meg 5-6 birkák, és ez ilyen kemény. Azután haragos szemmel fenyegetve az elmondókhoz e szavakat tette. Ha nem akarja, hogy felgyújtsam a házát, meg ne illeszekend a szegény árvát. Tehát Jancsi életveszélyesen megfenyegette ezt a boszorkány anyósát, hogyha bántja az ő szerelmét, az ő partnerét, felgyújtja a házát. Hú, de kemény vagy, Jancsi. Benzint miből vettél volna? A nyáj őrzési fizetésedből? Hát elég csórósan jött volna ki az 1 liter kanna benzint. Úgy is töri magát, dolgozik eleget, meg se kap száraz kenyeret, egyebet. Most eredj, Iluskám, megvan még a nyelved, hogy elpanaszolt, rosszul bánik veled. Tehát azt mondja Jancsi, hogy bármikor mehet és elpanaszolhatja neki a pánatát, és akkor majd ő lekaratézza a vénasszonyt. Sken, ne akadjon fel azon, mit más csinál. Illis. Kent se volt jobb. Deákné. Válaszna. Tehát még ő, a Jancsi emberkedik az anyósának, hogy ne vonja felelősségre az Iluskát.
Akkor a Csajancsi fölkapta subáját, sebes lépésekkel ment keresni a nyáját. Tehát foglalkozott volna inkább Jancsi, amiben megbízták, amiért kapja a pénzért, mint hogy Iluskával incselkedett, hogy már akarta neki mutatni, hogy ki a Jani, hát ő tényleg Jani volt. Nagy megszeppenéssel most vette csak észre, hogy imit amott van egy-két belőle. Tehát széjjel ment a nyáj. Hát igen, aki szerelmes, meg kureszolni akar, az ugye nem figyeli azt, hogy mi van ott. A közelében lényeg az, hogy a lánya közelében volt. A nap akkor már földet érintette, tehát sötétedni kezdett magyarul, és még mindig kereste a birkanyáját, mert elvesztette őket. Jancsi, Jancsi, mit tesz a szerelem? Mikor Jancsi a nyájt félig összeszedte, nem tudja, hol lehet annak másik fele, Anda megkóborolt a nyája, mert ő ment volna tovélni az Iluskával. Tolvaj vagy farkas, mi? Elment vele. Akárhova lett, csak hogy már oda van. Búsulás, keresés, minden haszontalan. Hát figyelni kellett volna, Jancsikám, azt nem elmenni csajozni, és akkor meg lenne a birkanyájad. Ilyen egy szerelmes férfi, aki nem figyel semmire. Majd lesz neked, Jancsi, no hiszen lesz neked. Szomorúan, kólogva dondolt ezeket. Gazdúrnak úgyis rossz a csillagzatja. Ha még, hát még, de legyen meg Isten akarata. Hát még ő panaszkodik, az közben ő nem figyelt a nyájra. Milyen egy szánalmas ez a kukorica pejhes Jancsi. Ezt gondolta, többet nem is gondolhatott, mert ekkor anyája elérte a kaput. Kapu előtt állt indulatos gazdája, szokás szerint nyájt olvasni akarta. Tehát a gazda, akié a jó, az számolgatni akarta, hogy megvan-e neki. Jaj, Jancsikám, most lesz talán bajba. Szétverik ám a pofádat rendesen. Soha se olvassa, bizt, kegyelmed, gazdulám. Mi tagadás benne? Igen nagy híja van. Szánom, bánom, de már nem tehetek róla, kukorica Jancsi e szavakat szólta. Hát most jön a megbánás el, hogy ő nem figyelt oda. Hát bárcsak figyelt volna. Gazdája meg ezt felelte. Feleletet adta, s kapta bajszát, és egyet pödrött rajta, tehát ilyen idegesen húzgálta a bajszát, kié volt a jó, meg a nyáj. Ne bolondozz, Jancsi, a tréfát nem értem. Amíg jól dolgod van, föl ne gerjesz mérgem, tehát már ideges, tehát itt biztos, hogy kap a Jancsi majd a pofájára, de meg is érdemli. Minek megyek kúra szólni, mikor feladata van? A női szert megbolondította. Kisült, hogy korán sem tréfasága beszéd, Jancsi gazdájának majd elvette az eszét. Jancsi gazdája bőg, mint megbőszült vasvillát, hadd szúrjam keresztül. A Jancsikám, most fuss el, ha tudsz, mert karóla leszel húzva. Itt földugja neked a gazda a vasvillát a segghajokba. Aztán azok után azzal fog szarni, húgyozni. Jaj, a zsivány, jaj, az akasztani való. Jássa ki mind a két szemét a holló. Ezért tartottalak, ezért etettelek, sose kerül ki a hóhér kötelet.
Elpusztulj elől nem, többé ne lássalak, Jancsi gazdájából így dőltek a szavak. Fölkapott hirtelen egy petrencés udat, petrencés ruddal Jancsi után szaladt, tehát kergette, meg akarta verni. És milyen igaza van ennek a gazdának? Hát megbízza egy feladattal, amiért pénzt fizet. Jó, akkor a fizetség még az volt, hogy etette, itatta, de most képzeljétek el. Valaki tetette, itattal vigyázzon a nyájadra, az meg szerelembe esik, és nem figyel oda. Mert neki fölállt a dákó. Hát, Jancsi, nem lennék a helyedbe. Kukorica Jancsi elfutott előle. Tehát biztos, hogy sportoló ez a Jancsi gyerek, mert gyorsan el tudott futni a vasvilla előtt. De korám sem, azért, mintha talán félne. Markó gyerek volt, ő 20 legényen kitett. Tehát akkor biztos kocsmai verekedő volt ez a Jancsi. Lehet, hogy UFC-s ketrecharcos ez a Kukorica Jancsi, ki tudja. Csak azért futott, mert világosan látta, hogy méltán haragszik oly nagyon gazdája, hát mert mit csinálna? Én ki is nyírtam bóna ott helybe, ha elveszíti az állataimat, amiből ugye él ez a gazda. Azért, mert neki áll a farka az iluskára. Ha ütlegre kerül a dolog, azt verje, ki félig apja volt, ki őt nevelte. Tehát azt mondja ez a Kukorica János ketrecharcos hópehely, hogy csak az apja érhet hozzá, az is se meg. Futott, míg Zuzból gazdája kifogyott. Aztán ballagott, megállt, meg ballagott jobbra és balra, mivel ebben mit akar, nem tudja, mert nagy volt fejében a zavar. Hát a gazda szét akarta ütni a Jancsi fejét. Hát ennyi. Köszönöm szépen, hogy végighallgattatok, a János Vitézből olvastam föl. A részletet kicsit viccesebben, mint ahogy az eredeti van. Itt még van belőle egy pár oldal, majd folytatjuk. Köszönöm, hogy megnéztétek. Szép napot, puszi nektek!